First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sink, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, writing my poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. Sziasztok srácok, pár nap után újra itt, egy pár nap most kimaradt, emiatt ne haragudjatok, de kicsit beteg voltam. Itt vagyunk éppen a Feneketlen tónál, és fotózunk Gáborral. Cső. A legtöbb képemet, amit Instagramon látok, azt általában Gábor fotózza. Most is ezt csináljuk, úgyhogy valószínűleg már fenn lesz egy kép, amikor ezt a videót látjátok, úgyhogy lájkoljátok. Ezen kívül pedig Gábornak az Instagramját lent a leírásban megtaláljátok. Viszont a mai videó nem erről fog szólni, hanem drónokról, pontosabban egy darab drónról, méghozzá egy Pero drónról. A Pero küldött nekem egy drónt, hogy teszteljem le, illetve hogy hasonlítsam össze a saját drónommal, ami egy picit ugye másfajta drón. Alapból nem tudom, hogy milyen drónra gondolnak, viszont amikor megláttam, akkor azonnal érdekelt, hogy ez hogy működik, ugyanis ez a drón egy picit eltér az én drónomtól, illetve a megszokott drónoktól, ugyanis a megszokott drónoknak ugye van négy propellerük, és szépen felszállnak, függőlegesen tudnak lefelszállni, tudnak lebegni egy helybe, tehát ha nem figyelsz oda, akkor igazából ott lebegésű el van. Viszont ez a drón egy picit más. A dobozon már látszik, hogy ez nem egy megszokott drón, ez úgy néz ki igazából, mint egy repülő, tehát valószínűleg függőlegesen nem tud fölleszállni. Nagyon-nagyon kíváncsi, hogy kell ezt irányítani, és megmondom őszintén, hogy egy picit félek is tőle, mert például, hogy szállok levele, vagy most vegyek vele 80-nal, akkor na mindegy, szóval félek tőle. De ami a legnagyobb érdekesség a drónnak, és ami miatt felkeltette az érdeklődésem, az ez a VR szemüveg. Ugye a DJI-nak is van egy DJI Googles, azt hiszem DJI Googles nevezetű ilyen VR szemüveg, amin keresztül tudod irányítani a drónokat, illetve össze tudod párosítani mondjuk a Mavic-eddel, és akkor egy szemüvegen átlátod azt, amit a drón lát, úgyhogy biztos, hogy annak is megvan a feelingje, de azt még soha nem próbáltam ki. Ma viszont ezt ki fogom próbálni. Viszont nem itt Pesten, hanem indulunk vissza Vácra. Vácon tudok olyan nagy placot, ahol biztonságosan felmerk szállni, mert tényleg ez a VR szemüveg is új nekem, meg ez a fajta drón is új nekem, úgyhogy ezt egy biztonságos helyen akarom letesztelni, úgyhogy most irány Vácra. Oké, szóval itt vagyunk Vácon egy placon, egy biztonságos placon, ahol tuti, hogy nem tudok semmibe belemenni. Egy erdő van itt előttem, illetve nektek mögöttetek, szóval itt van egy erdő, az a lényeg. Remélem, oda nem zuhanok be. Mialatt ide jöttem Vácra, utána néztem egy picit a drónnak, úgyhogy pici fogalma már van az egészről. A legnagyobb különlegesség még mindig ez a VR szemüveg. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz úgy drónt vezetni, hogy tényleg ilyen first personben nézett. Na de hogy néz ki a drón? A drón maga az egyébként így néz ki. Igazából semmi extra. Ez olyan, mint egy hungarocell darabkát fognál, szóval ilyen nagyon-nagyon könnyű. A mérete az pedig, hát itt a rendes drónom, és körülbelül ekkora. Viszont ehhez még jön kettő darab, na most már legkönnyebb. Ehhez még jön kettő darab ilyen hatalmas szárny, ami repülőt csinál belőle. Na, hát egyből ilyen repülő, ez egy kicsit nagyobb lett, de egyből ilyen repülő feeling lett az egésznek. Szóval a drón maga ennyi, alul fölül semmi nincs benne, ez a két szárny is olyan, mintha egy ilyen tök ilyen gyenge hungarocellapot fognál, és így ketté tudnád kb. Törni, ha nem akarok kísérletezni, mert tényleg úgy néz ki. Az az igazság, hogy elképzelni nem tudtam, hogy néz ki ennek az egésznek a folyamata, hogyan kell ezt reptetni, úgyhogy egy picit utána néztem, és kiderült, hogy nem is annyira bonyolult, mint amennyire gondoltam. Sőt, nagyon egyszerű. De mielőtt felszállunk vele, pár technikai információ róla. Papíron ez a drón 80-nal tud menni, ami egy elég szép teljesítmény, főleg, hogyha szemüvegen át látod, az egy jó élményt tud nyújtani. Van benne egy kamera itt elő, ki gondolta volna, ami full HD-ban tud rögzíteni. Ebben nem annyira bízok, erre kíváncsi leszek, de nézzük meg, adjunk meg egy esélyt. Illetve ami nagyon durva, és ami nem tudom, hogy elhiggyek-e, de állítólag 45 perc repülési időre képes,
Ami nagyon durva, az nagyon-nagyon szép teljesítmény, ezt majd le fogjuk tesztelni azért. Hogy őszinte legyek, ennyire még nem fáztam videófelvétel közben. Fogalmam sincs, hogy miért nem beltérbe mutatom be magát a drónt, de most se tök mindegy. Szóval van itt egy szemüvegünk még, illetve a távirányító maga. A távirányítóról pár szó, hogyha nem mondanák meg, hogy ez egy drón távirányítója, akkor azt hinném, hogy valami régebbi PlayStation vagy egy régebbi Xboxnak a kontrollere. Ez hát eléggé... Hát nem egy nagy dolog, mondjuk úgy. A szemüveg az is egy egyszerű sima VR szemüveg, na de inkább az élményt nézzük. Ahogy már mondtam, néztem egy videót az egészről, hogy hogyan működik, mert tényleg elképzelni nem tudtam, és hát elég érdekes. A felszállást azt nagyon jól megoldották, a leszállást az nem annyira tetszik. A felszállásnál annyi dolga van az embernek, hogy megnyom egy take-off, azaz felszállás gombot, akkor elkezd pörögni az a kis propeller, és szó szerint ugye a szárnyánál fogva, így elhajítjuk, és ezt érzékelünk, hogy elhajítottuk, és felszáll, és ilyen 60 méteren, bár ezt gondolom be lehet állítani, körözik fölöttünk, tehát ugye GPS koordináta alapján fölöttünk fog körözni, és várja, hogy elkezdjük őt irányítani. Na ez egy okos megoldás, ellenben a leszállással. Ugyanis leszállni már egy picit nehezebb vele, illetve kockázatosabb, ugye kerekei nincsenek, úgyhogy szépen leszállni egy repülő nem tud, hanem a videókban, amiket néztem, azt láttam, hogy szépen visszairányítják, ahol felszálltak, és felhúzzák az orrát a drónnak, és ezáltal ugye lelassul, és szépen leesik. Ez egy kicsit szerintem hülye megoldás. Na ez úgy néz ki, hogy ugye itt a távirányító, bekonfiguráltam mindent. Most erre nem raktam rá a telefontartót, mert a VR szemeg érdekel, viszont rájöttem, hogy először VR szemeg nélkül fogok vele repülni, mert hát nem olyan könnyű azért, ahogy elsőre látszik. Ez itt az app, ami hasonlít egy picit a DJI-hoz, azért jóval egyszerűbb és butitottabb. Itt van velem Atti, aki segít nekem, Csuy Atti, mert hát egyedül még nem menne a dolog. Azt a rohadt! Ujjjj! Húpa! Ez nagyon para. Hú, nem is fogjátok látni, várjál. Ott van, látjátok? Az ott. Itt vagyok direkt egy placon, ahol semmi nem zavarhatja a jelet, de kb. Folyamatosan 100 méterre van tőlem, és folyamatosan elmegy a jel, nem látok semmit, és nem tudom, hogy hol van. Ezen kívül pedig, ha most egy pillanatra visszajött, most a nyomom home gombot, hozom ide, ott fogok landingelni. Várjál. Ha látnád magadat most. Várjál. Jön, figyelj. Elég bizonytalan a leszállásunk. Na a Ducatónak. Ez a hang. Jól van, ügyes. Na, egy dolgot már leteszteltünk, azt, hogy meddig megy el a drón, kb. 50-100 méter után elveszett a jelet. Egyébként hivatalosatok szerint két mérföldet el kéne menni, ami olyan 3 km körülbelül, kicsit több. Ez nem igaz, úgyhogy ez bukta. A másik a sebességét akarom leteszelni, hát nem tudom mennyire tud felgyorsulni. Nagyon para bele leszállni, szóval előbb bénáztam is, de nagyon para bele leszállni. Szóval most én nem nyúlok hozzá, itt a távirányító a kezemben, nem nyúlok semmihez, és itt láthatjátok, hogy itt tényleg köröz fölöttünk, ezt tök jól megoldották. Most nyomok egy padlót, itt írja arra, hogy mennyivel megyünk, most 5 méter per szekundumot ír, 7. ...13 méter, 14, 15, 16, 20 volt a max, nem? Igen, vagy ennyi. Na, megkísérlek egy dolgot, megpróbálok leszállni VR szemeggel, még anélkül sem megy a leszállás, nagyon hülyén van megoldva az a leszállás. Viszont úgy működik az egész egyébként, hogy van egy VR funkció a telefonon, azt ha bekapcsolod, utána becsukod ezt a kis cuccot, betolod ide, és innentől bent a szemvegen belül látsz mindent, és tényleg olyan, mintha települnél. Úgyhogy most felszállok így, retkedni könnyű vele így, viszont megpróbálok vele leszállni VR szemekben. Hát éppen a Dura fölött vagyok, most ugyanaz, mint eddig, szóval most megpróbálok landolni. Azért para? Hallott, kajak para amúgy. Szóval most megpróbálok landolni VR szemüvegbe, úgyhogy Atti veszi a landolást. Bizonytalan a dolog. Vagy nem száll le!
Na hát srácok, most csúnyán őszinte leszek. Fogalmam sincs, hogy ennek mi értelme van. Hát komoly célokra abszolút nem jó, tehát komoly célokra biztos, hogy semmi értelme nincsen. Poénnak jó, mert játszani jó, tehát tényleg egy ilyen gyerekjátéknak jó, viszont gyerekjátéknak is drága szerintem egy kicsit. A sebesség, hogy 80-nal tud menni, az hát nincs szél és semmi, és nem tudott 80-nal menni. 15 méter per szekundum, a max 20-szal tudott menni, ami ilyen 60-70? A 60 körül van, úgyhogy a 80 is egy kicsit kamu. Illetve, hogy megszakad a jel, ez is nagyon zavaró, mert nem villog, tehát nem olyan, mint egy DJI mondjuk, hogy tényleg látod, hogy hol van szemmel is, hanem egyáltalán nem látod, mert egy fekete kis, tényleg nem látod, egy játéknak elmegy. Örülök, hogy kipróbálhattam, nem lett a szívem csücske. Nektek viszont köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem ma is, ne felejtsetek el feliratkozni, ne felejtsetek el követni Instagramon, és pár napon belül ugyanígy találkozunk. Sziasztok! My soul into the masses, writing my poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache from the pain, taking my message from the pain, speaking my language.